2,5 kilométer hosszú, 108 hektáros, és valójában egy hordaléksziget. A déli részének az egynegyedét a valahai hajógyár épületei foglalják el, az északi részén 1970-ig az Óbuda TS gazdálkodott, de ez a része ma már egy békés, kutyás és sétáló paradicsom lett, de amiről igazán és messzeföldön híres, az a Sziget Fesztivál. Az Óbudai szigeten járunk, ami egyébként a hajógyári sziget. A szigetre két hídon lehet bejönni, de lehetett volna valójában három. A legrégebbi az a H-híd, a hajógyári híd, és a legendás K-híd, ahol most is állunk, 1955-ben épült, egy átfestés már régóta ráférne, de ami a lényege, hogy azért K-híd, mert K alakú és fordított K alakú elemekből épült föl. Ahogy mondtam, évek óta ráférne már egy festés, és vasúti sín is van rajta, mivel azzal a céllal épült, hogy a déli hajógyár vasúti vágánycsatlakozást kaphasson. Emiatt íveli át Ferdén a folyót, a síncsatlakozás miatt kissé szokatlan módon. A hajógyári sziget ma egy egyetlen, egybefüggő sziget, de nem volt ez mindig így. Nagyjából 100 éve ez két különböző szigetből állt, amik a nevük és méretük alapján a kis Óbudai sziget és a nagy Óbudai sziget volt. A Zátony szigeteket végül 110 éve egy téli kikötő létrehozása miatt feltöltéssel összekötötték. A sziget északi része 1969-70-ig mezőgazdasági művelés alatt állt, utoljára az Óbuda TS használta növénytermesztésre. Utána a szigetnek ezt a felét parkosították, és elkeresztelték május 9-e parknak. Saját buszjáratot is kapott, ami 1995-ig járt. Rendeztek is sportversenyeket, családi napokat, iskolai akadályversenyeket, majálisokat, színházi és táncelőadásokat. 1982-ben avatták föl ezt a köztéri szobrot, a szirént, ami több szempontból is érdekes, egyrészt az 1982, amikor Lengyelországban a hadi állapot volt, ugyanis a szirén, illetve a szirénka, az Varsónak a védőszimbóluma. Messziről nézve olyan, mintha innen hiányozna egy kard ebből a kezéből, de nem, soha nem volt kardja, ellenben nemes fémvadászok a bal karját a pajzsal együtt korábban lefűrészelték, de szerencsére helyreállították már. Fekete bárányok. Sportpályákat hoztak létre, és építettek egy kisebb kőszínpadot is a korábbi Ródli dombon, ahol most hosszú csúszdákkal teli játszótér van, éppen lezárva. De 1980. augusztus 23-án itt tartották a tűrt és tiltott kategóriák közötti szürke zónába eső zenekarok koncertjét, amit a KISZ és az ifjúsági magazin szervezett. Fekete bárányok egyelő, akiknek nem lehetett nagy lemeze, a Beltrice-nek, a P-Mobilnak és a Hobo Blues Bandnek, és itt ismerhették meg többen Nagyferő közbenjárására a Szentendréről indult Albert Einstein bizottságot. Most csak a szélsősog és senki nincs itt, de akkor 25 ezeren voltak itt a dombon és körülötte, és aztán jöttek a lemezek is, és egy évvel később pedig az úgynevezett szuperkoncert, ahova egyébként a belépő 50 forint volt. 1981. Amikor a 70-es években parkosították a szigetet, és létrejött a május 9-e park, akkor ehhez hasonló terméskőből álló furcsa épületek készültek, amiről ma már nagyon nehéz megmondani is, mik voltak. Közben generációs vita alakult itt ki az operatőrünkkel, Ákossal, arról, hogy hogy is volt, van a nagy színpad. Ugyanis az én időmben, hogyha ilyet lehet mondani, a nagy színpad még ott volt ennek a rétnek a túlsó oldalán. Az újabb időkben viszont itt lesz, mögötte a cirkuszi sátor, és valahol ott a óriás kerék. Itt mindez előtt a Nemzetek utcája, és természetesen, amiről beszélünk, az a Sziget Fesztivál, ami lassan már 30 éves lesz. 1993-ban kezdődött,
úgy, mint Diák-sziget, de volt egy kis leállás is a Covid idején, 2019-ben. Az első alkalommal még csak 43 ezer ember fesztiválozott a szigeten, a rekorder évben, 2018-ban viszont már 565 ezer résztvevő volt. A rómaiak. Az Óbudai sziget területén állt a római helytartó, a későbbi császár Hadrianus óriási palotája, amit eddig csak részben tártak fel, mert a romok a Duna vízszintje, a Duna árvízszintje alatt vannak. Romok, mivel a rómaiak után a környék elnéptelenedett, a palotát az árvizek lerombolták. A romokról egyébként szintén Széchenyi István tett először említést, amikor 1835-ben a hajógyár építésekor nagy bosszúságára az Angliából hozott Vidra kotró hajója ókori romokba ütközött. A sziget kevés megmaradt látnivalója közül ez az egyik, az úgynevezett római oszlop, annak viszont semmi köze nincs a rómaiakhoz, szóval nem egy ókori római kikötőnek a bejáratát jelölte, hanem ez egy első világháborús katonai emlékmű. A Bornemisza Gergely utászászlóainak állították 1928-ban, és azért itt a hajógyári szigetem, mert ők a folyamőrséghez tartoztak Trianon után, és a gyakorlóterük az itt volt a hajógyári szigeten. A sziget északi részén eredetileg kukorica és káposztaföldek terültek el itt. Később a Margit szigetet virágokkal és facsemetékkel ellátó kertészet költözött ide. Először a Margit sziget közepén működött üvegházakkal, faiskolával és trágyatárolóval, aztán a növekedő rózsakert miatt 1928-ban a hajógyári szigetre költöztették. Az ottani saját szaporítású páva és vadfácán állománnyal együtt. Ez egészen 1946-ig működött. Ezen az északi részen erre lesznek egyébként a sziget kempingjei, egyes nációk állítólag külön-külön sátortáborokban. Akik kutyázni járnak ide a sziget északi csúcsára, azok ismerik azokat a cölöpöket, amik az aktuális vízállásnak megfelelően hol látszanak, hol nem látszanak. Nagyjából arra lennének most, hogyha nem lenne ilyen magas a Duna. Egyébként valaha 21 precíz sort alkottak itt a vízben. Korábban római kori cölöpöknek vélték, de két régészeti kutatás dendrokronológiai vizsgálata kimutatta, az évgyűrűk alapján 1810 utáni fákból épültek. A római korra datált akvinkumi cölöpök döntő többsége egyébként környékbeli erdők tölgyfáiból készült, viszont az északi csúcs cölöpök anyaga első ránézésre vörösfenyő, mint Velencében vagy Szentpéterváron, mert a nedves talajban a vörösfenyő gyanta tartalma miatt ellenáll a korhadásnak. Voltak erre római cölöpalapok is, mivel a polgári és katonai akvinkum nagyrészt a mai Óbuda területén helyezkedett el, de az Óbudai szigeten is. És ők is ráleltek azokra a melegvízű forrásokra, amik a valahai fürdőszigeten, ma a folyó fenekén buzognak fel. Na de vissza az itteni cölöpökhöz, mik lehettek ezek? Hát jégtörők, a régi térképeken ugyanis az látszik, hogy az Óbudai mellékág a 19. században egy nagy fa szerkezettel, vagy valamivel le volt zárva. Hát ez egy jégtörő szerkezet volt, annak az alapjai voltak ezek a cölöpök. Ugyanis a hajógyár megépítése után, közben és után is sokáig teleltek ebben a mellékágban hajók, bárkák, hajómalmok, amiket egyébként nyílt vízen a jégzajlás az ripityára tört volna. Tehát olyan 160-180 évvel ezelőtt ennek az ágnak egy ilyen jégtörő faszerkezetet építettek ide. Egy nap alatt annyival lejjebb ment a víz, hogy előbukkant egy cölöp bizonyításképpen mindenképpen, és ott egy éppen ott a víz felszín határán van vele egy sorban. A TS idők és a parkosítás miatt nyilván a sziget őshonos növényei teljesen eltűntek, nyilván ez a árvizek is hozzájárultak, és azóta mindenféle parknövényzettel ültették be, parkfákkal, de természetesen nőtt
ami nőhetett bármikor. Ennek ellenére azért a gazdálkodó időkben még gyümölcsfákat találhatunk a szigeten, itt például mögöttem van egy csoport elvadult almafa.